ez egy nagyon jól sikerült program, több mint 143 tacskó nevezett, és ami még fontosabb ennél, hogy egy kutyussal egy egész család érkezett általában, a nagyszülőktől egészen a gyerekekig, tehát 4-5-6 ember is jött a kicsi tacskókkal. Egy különleges felvonuláson vagyunk túl, az is egy óriási élmény volt, amikor egyik kutya a hozzátartozókkal elindult a kastélyparkba, és hát most éppen a szépségverseny, illetve a futóverseny zajlik. Látom, hogy indultatok a versenyen. Igen, ezt is rátunk neki. És milyen eredményre számítasz? Ezt reméljük, hogy megnyerjük azért. Mit kell tudni a kutyákról? 5 évesek, egy fiú és egy 80-as tartszámmal Teó érkezik, aki egy 2,5 éves de most megyünk, mert gyertek a versenybe. Miss Csöpi érkezik a pályára, 54-es tartán, Miss Csöpi. Miss Csöpire annyit tudunk, hogy ő lesz, aki diktátor a világon. Mai napon a kastély születésnapjának alkalmából harmadszorra szerveztük meg ezt a versenyt, és az a fantasztikus benne, hogy már nem csak Duláról és a környékről jönnek a városba a tacskó találkozóra, hanem mindenhonnan, Budapestről, Kecskemétről, Szolnokról, és igazi baráti, családi hangulata van, és a felelős kutyatartásért is lesz ez a rendezvény, hiszen van lehetőség is a jelenlévőknek, a helyi kutyamelleinek is adott. Nem voltunk még ilyen esetben, de nagyon szép sok kutya van itt, úgyhogy ha lesz egy bőrös, akkor jövünk. Nektek is van, úgy látom, kettő. Igen, nekünk egy van, itt a... Ő csak leasingel jut. Igen. Csak vendégség. Őt hogy hívják, hány éves? Ő Boldi, 3 éves lesz októberben, uh-huh. És egy 4. ellakó szobakutya. Miért jó tacskót tartani, mit ad? Hát, nagyon vidámok, játékosak is. Mindenkit szeretnek, vagyis legalábbis a miénk. Már az idei évtől szükség volt az előzetes nevezésekre is, és hát van, aki nem vette ezt észre, és itt kicsit csalódott volt, úgyhogy már hirdettem, ha jövőre lesz tacskó találkozó, regisztrálni kell mindenkinek, aki versenyezni szeretne. Helyi termékek vásárlására van lehetőség, és hát ugye a kastély születésnap az délután is folytatódik, egy óriás torta érkezik a kastélyre. Születésnapi gyertyát gyújtunk, és utána közösen elfogyasztjuk.
gyere, 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 gy